Ismerőseimtől, barátaimtól hallottam már, hogy csak átutaznak Maros megyén. Szerintem meg érdemes több időt is eltölteni itt. Rejtett kincsek, gyönyörű tájak, kedves emberek. Vizi vagyok, fedezd fel velem Maros megyét! Egy igazán jó nap egy frissen pörkölt kávéval indul. Marosvásárhelyen vagyunk, Maros megye székhelyén, pontosabban azon a helyen, ahol a város két legfontosabb épülete, legmeghatározóbb épülete van, a megyeháza és a kultúrpalota. Hogyha össze szeretnéd vonni a fitnesst és a város tájképét, akkor ez a torony neked való. Nézzünk szét! Bernádi György volt az a polgármester, akinek a mandátuma alatt beindult Marosvásárhely fejlődése. A mai napig ez az épület egy impozáns épület. Nem hiába hívták akkor is, meg most is cifrapalotának. A kultúrpalota a város büszkesége. Itt történnek a legnívósabb és a legszebb kulturális események a 20. század elejétől napjainkig. Itt állunk az ország egyik legszebb zsinagógája előtt, amely a felirat szerint minden népnek nyitott, és persze látogatható. A Marosvásárhelyi zsinagóga egy 120 éves épület, amely egy annál sokkal régebbi zsidó közösségnek az aktív központja. Ez a kis múzeum ébren tartja ezen közösség múltját. Minden városban megvan az, hogy hol lehet a legfinomabb micset enni. Ez általában piacokon történik, Marosvásárhelyen sincs másképp. Gyertek velem, hogy kóstoljuk meg a legfinomabb micset Marosvásárhelyen. A Bolyai utca, Marosvásárhely Champs-Élysée. Itt történik az éjszakai élet, itt vannak az iskolák, és persze szórakozás, tanulás egyben. Bolyai János a matematikusok rocksztárja volt. Ha az ő elmélete nem létezik, akkor Einstein relativitás elmélete sem létezne. Tudjátok, minek állít emléket ez a mű? Egy elméletnek! Hiperbolikus geometria! Yeah! Forradalmian új ötletek születtek itt. A Teleki Tékát Teleki Sámuel alapította, aki 40 ezer kötetet vásárolt össze egész Európából. Jelenleg 200 ezer kötet van ebben a tékában, amiből a legeslegrégebbi az a Konckódex, ami több mint 700 éves. Sokan átrohannak a városon, és észre sem veszik, hogy a város szívében egy középkori vár van, a nyugalom és a béke oázisa. A vársétány régi időket idéz elő, de ami a legfontosabb, az egyik legromantikusabb hely a városban. Tudtátok, hogy ez az ország egyik legnagyobb és legmodernebb állatkertje?
Egy ilyen hosszú, mókás nap után mi sem nyugtathatna le jobban, mint egy jó paddleboardozás. És meg is mondom, milyen lesz rögtön, amint megtudom, hogy mi az. Na, velem együtt ti is megtudtátok, hogy mi az a paddleboard. Én nagyon élveztem ezt az egész napot, és most pedig egy könnyű vacsorával zárom ezt az estét, folytatjuk.